A rendszerváltáshoz hasonló mértékű munkanélküliség van jelenleg is. Erről Ladányi János szociológus beszélt egy nyíregyházi előadáson hétfőn este. A Tudáspresszó elnevezésű előadássorozat témája a szegénység és a kirekesztettség volt. Ladányi János szociológus hétfőn Nyíregyházán a Kertvárosi Evangélikus Gyülekezet és a Társadalom Alapítvány Tudáspresszó programjának volt vendége. Az öt részes előadássorozat témája hétfőn a szegénység és kirekesztettség volt. Ladányi szerint a szegénység elsősorban a munkanélküliségből adódik. Körülbelül ugyanannyi munkahely van, mint amennyi a rendszerváltása, mint a rendszerváltás utáni válságnak a mélypontján 1993-ban volt. Na most ez egy nagyon súlyos probléma, mert ugye ez átöröklődik, ez a probléma egyik generációról a másikra, és ma már felnőtt a második, meg a harmadik ilyen tartós mélyszegénységben, tartós kirekesztettségben, tartós munkanélküliségben élő népesség. Hogyha ugye ezek átlagok, amiket mondtunk, hogy többek között ez a megye is ugye az Európai Unió leghátrányosabb helyzetű megyei között vannak, de azért vannak olyan részei ennek a város, vannak olyan városok és olyan falvak, és vannak olyan részei ennek a városnak is, ahol nagyon gazdag, nem is egyszerűen gazdag, hanem nagyon gazdag emberek. Semmiképpen nem szegény vagy mély szegény emberek élnek. Ugye? De amit mondani akarok, az, hogy ha viszont szegény közösségekbe megyek, akkor ott nem ritkaság második generációs munkanélkülit találni. Ha nagyon szegény közösségekbe megyek, ott nem ritkaság harmadik generációs munkanélkülit találni. És ez egy nagyon súlyos probléma, nagyon nehezen tud visszaintegrálódni a társadalomba valaki olyan, aki már munkanélküliként kezdte a munkás életét. A hátrányos helyzetű térségekben élők felzárkózását elsősorban az uniós támogatások segítik, oktatási, foglalkoztatási programokkal működnek közre ezekben az önkormányzatok is. Az elmúlt évben az úgynevezett komplex telep programok nyújtottak segítséget a felzárkóztatásban. Maga ez a program is egyfajta eszköz az önkormányzat tárházában arra, hogy a mély szegénységben élőket valamilyen módon megpróbálja visszaterelni a munkavilágába, és visszaterelje a többségi társadalom mindennapos életébe, ami egy rettenetesen nehéz folyamat, meggyőződésem. És azt gondolom, hogy nyilván önmagában egyik programelem sem alkalmas arra, hogy maradéktalanul megoldja ezt a gondot. Nagy ecsed, én mondhatom azt gondolom bátran, hogy azon túl, hogy az egyik leghátrányosabb helyzet, az ország leghátrányosabb helyzetű kis térségei közé tartozó település egyike, a mutatóink is bőven rászolgálnak arra, hogy ilyen programokat készítsünk, hiszen mind a roma lakosság aránya, ami 20% körüli 20%-ot meghaladó, és ezen belül pedig a munkanélküliség aránya is közel 20%-os itt Nagyecseden az aktív korúak körébeből merítve, úgyhogy bőven ott ad feladatot az önkormányzatnak ez a szociális helyzet, és éppen ezért mi élünk is minden olyan lehetőséggel, ami kiutat jelenthet ennek a problémának a kezelésére. A teleprogram is ilyen volt, ilyen a közfoglalkoztatási program is, és azt gondolom, hogy talán nagyon hosszú sort nem is tudnék fősorakoztatni, hogy mi az, ami az önkormányzat készletében van arra, hogy erre a programra vagy erre a problémára reagáljon. Nyilván vannak különböző segélyezési lehetőségei az önkormányzatnak, eseti és rendszeres segélyezések, de meggyőződésem, hogy a segélyezés az nem oldja meg ezeket a kérdéseket. Fodrászkodás a Nagyecseri Csillagpont Szolgáltató Közösségi Házban egy 2 éves uniós programnak köszönhetően működik a fodrászat. A közmunkaprogram keretében dolgozom a házban, már most november óta. Egyre többen jönnek, mióta dolgozom itt, előtte is voltak, de azóta is sokan jönnek, fiatalok, idősek, vegyesen. Szerintem nagyon jó közösségépítő hatása van a fodrászatnak. A közösségi szolgáltatások között játszóház, internetklub működik, szociális tanácsadással segítik a telep lakóit. A településen a közmunkában foglalkoztatottak aránya magas, igyekeznek helyben a mezőgazdaságban munkát biztosítani számukra.